Jó. Igen, csak a vadembernek eltört az orra. A vaddisznónak eltört. Igen, ja, vaddisznónk. Igen, eltört. Eltört az orra. Az nálam még nem jelenti azt, hogy nem indul. Indul. Csak így egymás között eltört az orra, tudod. Tehát. Orgyi. Hát igen. Most jön a halálos Hello Kitty. Sokadik meccs itt is, tudod? Sokadik. Igen, ha, igen. Itt is benne a harmadik. Mi jön ki? Tehát... Nézd meg, idei Laci mellett elvetemültetnek meg néz ki. Tehát ha ideit nézed, akkor olyan, mint az ő meccse. Ő feszült, ideges. Orzsi kutya meg mosolyog. Ja. Tehát... Orzsi kutya jön. Rettenetesen jó a földön. Rettenetesen tud haragudni. Jó a srác egyébként, tehát mindenben jó. És pont ez a, tudod, ez a... Nézd meg, Tüske is, hogy izgul, tehát látszik rajta is, tudod, ő is kész. Mindenki, tényleg mindenki kész van. Orzsi kutya, figyelj, most azt mondom neked, hogy Zolika állapotától függően. Igen. Tehát ez olyan, mint egy állapotfelmérés, nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Kiben mennyi maradt. Nem, így van, tehát nem tudod, hogy mi maradt bent, érted? Mert azért, amíg ide eljutsz, mindenki szedett be, ki milyen sérülés. De Mózsi kutyának érdekes ez a csapott vállak, az a csukjás vállizon megerősödött, vagy mi az? Vagy az alkat? Igen, érdekes egyébként, tudod, hogy olyan a laza. Te azt mondanád, ami pont amiről beszéltünk, hogy puha, hogy magas rá, de nem az. De nem az. Hát ugye, igen, tehát a... És így van egy félelme, tényleg, tehát... Mit kell tudni Vaddisznóról, honnan jött? Vaddisznó érdekes, nagyon érdekes srác, így kívülről azt mondanád, valójában tényleg egy vaddisznó, belülről egy nagyon lelkes, és tényleg egy mély érzelmekkel teli gyerek. Aha. Érdekes, ő tehát otthonban nevelkedik, ő mindemellett nagyon szereti és tiszteli a szüleit, ők azok, akikre ő felnéz, minden mérkőzésére, amikor tudja, meghívja őket. Tehát ő... De azért nehéz sorsú élet ez akkor. Igen, igen, pont erről beszéltünk, hogy számára azért ez egy mencsvár. Érdekes, aha, hogy egy kedvencet nevezem mencsvárnak, de ez az, mert neki azért... Mondjuk az egyetlen lehetőség, hogy igen, normális élete legyen. Igen. Igen. Nevelőintézetekből azért nagyon nehéz. Az eltére még nem vették fel a srácot, tudod? Jó, tehát hát... ő még oda nem. És ez az, ami igazából maga, ha belegondolsz, maga a közösség. Tehát a közösség építő ereje az, hogy van egy falka, ahova tartozol. Ha nem lenne, akkor... Mert nincs egyedül. Nincs egyedül. Megvannak a szabályok. Tehát azért itt ismerjük el, hogy itt kemény szabályok vannak. Igen. És az utcán elveszne, így mondom, ahogy van. Tehát igen, nem tudom másképp mondani, az utcán elveszne, napközi otthon lenne a vége, és utána kész, teljes hülyesztő. És nem, hogy nem veszik el az utcán, hanem minket szórakoztat például a tévében, nagyon vicces. Igen, és azért nézd, ha tényleg megkíméli a jóisten, és nem lesznek nagy sérülések, és ő komolyan, akkor azért van előtte karrier, de itt a lehetőség. Ő később lehet, ő azért még egy gyerek. Azért két fanatikus van most a ketrecben, mondhatjuk, igen, nem? Igen. Érdekes, hogy más stílusban, de mind a kettő fanatikus. És látod itt is, tehát itt is azért a falkák közötti harc, tehát itt azért maga ugyanúgy persze is mérkőzés. Ugyanúgy sérülésekkel teli, ugyanúgy ott van mögöttük a kilométer, és óriási rúgás. És nagyon jön a vaddisznó, ahogy ő szokta, csörtet előre, és... Igen, csak látod, hogy Morzsi is... Morzsi kutya befogta a fejét. Borítaná, látod, borítaná. Igen. Na most kíváncsi vagyok, hogy ebből valaki ki tudja jönni, de nem, lefogja a karjait. Igen, eleve pihi, látott? Igen, ez kivédekezi szerintem. Háromszög befogta a lábát, abból nem szedik ki. Félkettőjüknek harmadik mes. Tehát azért, és egész rövid gondolő. Azért itt tényleg, itt már tudod, nem elég a technika, itt már taktikázni kell. Igen. Az embernek van esze. Nem tudom, ez célzás volt az ember, nem vagyok, tehát hogy csak azért csak kérdezem, hogy tényleg, tehát hogy ne arra úgy. Már többször sértettél, beszéltem hozzá külföldi, én nem tudom, tényleg, én tényleg felmondom, tehát... Op. Küldtem ki neked szendvicset. Oda néz. Vajon kiemelte, le is vitte. Levitte, tehát ő azért... Azért erős, lássuk be, nagyon erős. Lássuk be, mert pedig... És közöttük... Hány kilónál vagyunk?
azért figyelj, itt a 84 kiló, tehát itt azért már csördülnek el rendesen, tudod, 84, itt már van súly, figyeld meg, hogy azért magasság közel azonos, tudod, tehát jó morzsik, hogyha valamennyivel magasabb, de tudod, a kicsi viszont annyival masszívabb. Az annyival sűrűbb, igen. Madison annyival sűrűbb, úgyhogy itt azért mondom neked, egy is az a feladós típus. Mm-hmm. Tehát nézd meg, ilyenkor nem dumálnak egymás fülébe? Soha? Nem, nincs rá idő vagy erő. Nem, meg, nem, tudod, nem kell, hogy beszéljenek. Nem kell, hogy beszéljenek. Tehát ők azért eldöntik. Aha. Látod, eldöntik így hang nélkül. Tehát azért ők másképp oldják meg. Férfiasan megoldják egymás között. Úgy látom, hogy Morzsi kutya befogta. De nem tudta végigvinni. Nem. Próbálja, de tudod. Hopp, de tessék, mondom neked, hogy ebben a morzsikutyában nem lehet megbízni, mert teljes erejével ráfekszik. Teljesen megbízhatatlan a srác, kiszámíthatatlan. Igen, és most nagyon ugye, szépen befogta, igen, úgy látom, hogy az folytás. Vadisztot nem fogja viszont, csalódnék Vadisztóba, nem fogja lekopogni. Inkább elájul. Vadisztó inkább meghal. Inkább elájul, ő nem fog kopogni. Az rossz hír, hogy látod, Vadisztó már fájdalom nem érdekli. Nem érdekli. Tehát ez ugye kívül maradt. Tehát mondom neked, tehát nézd azért. Közben az edzők folyamatosan mozognak velük és adják a tanácsokat. Igen, látjuk Pali bácsi ideje, és Püske látott kész teljesen, tehát itt érthetett. Meg kell mondanom, hogy Mózsi kutya most bajban van, mert felháborodott vadisznó azon, hogy őt ütik, vágják, de óriási rugások, óriási a igen. Tempó. Vadisznó nem is a fájdalom miatt, csak haragszik egy kicsit, igen, nem figyeld, hogy azért tényleg köhergetik a vadisznó. Igen, az veszélyes. Hú, de jó első velet volt. Tisztelet mindkettővé, tényleg. Közel azonos taktika, stratégia van, a másikat egyszerűen el kell pusztítani. Igen, el kell pusztítani, ez a legegyszerűbb. A felperzselet föl taktikáját nyomják, igen. El kell pusztítani, nem, tényleg nem tökölnek. Egyszerűen. Ez az a legegyszerűbb, igen, hogyha a másik beleverem a... Igen, és azért fiatal koruk ellenére nézd meg, hogy itt már azért matekról is beszélünk. Itt ők már ezért gyakorlatilag fél profiként, vagy mondhatjuk azt, hogy profiként, amit mennyi mondtam. Mennyi pénzt lehet ebben nyerni? Kb. Úgy mond nekem, hogy értsem. Figyelj, nézd, nagyon egyszerű. Tehát az a legfontosabb, először felépíteni. A minimál bérnél jobb. Igen. Azért fel kell építeni a versenyzőt. Amikor már ezek mennek, akkor utána a következő lépcső egy nemzetközi mezőny. Tehát amikor kijutatod nemzetközi mezőnyre, mezőnybe igazából, és ott megtartani. Mert a legnagyobb probléma az, tudjuk, hogy titkot nálunk el vele. Nyugat-Európába, Amerikába, Kanadába előszeretette vele a kelet-európai sportolókat, na de úgy vannak vele, hogy jó, azért hírünk. Nem, figyelj, kitartó a kemények, de nem nyerni viszik ki őket, tudod? Aha, tehát azért az hazai pálya. Igen. És nekik így van, tehát azért látod, hogy itt ha meg tudod tartani, és nem veszed el a kedvét. Az. Itt van az, igazi vaddisznós mozdulatok. Igen, nincs türelme, agyon akarja verni azonnal. De ilyenkor a gerincre történő ütés... Hát, ugye ebbe az adokapokban ilyenkor ez már tudott. Ez már nem szoroz, így kell mondanom. Ezek igazából, ez a mostani tudott gyógyítás, ez holnap után akkor fog beérni. Aha, ott a kar alulról visszateszi? Igen, de... Nem. Morzsikutya próbálkozik, vaddisznó viszont... Nem fogja föladni, tehát Vadisztónak le kell szakítani, le kell szakítani, el kell törni, igen. Valamit csinálni kell vele, nem fogja, nem adja föl. Ja. És Béla bácsi tudott... Béla bácsi humanista, igen. Egyszerűen nem akarja elveszíteni egyik versenyző végtagját se. Nem, tehát nem akarja utána kis karokat, nem akar karokat, lábakat látni a kettőhez, hogy utána takarítani kell, nem. Hagyja rájuk. Figyelj! Azért a vadisztónak ilyen parasztforgai vannak, nem? Széles, nagy horgókat is tudok. A vadisztó megszerette az utcán ezt, igen. Tehát ő azért tudott. Úgy mondom neked, hogy hamar találkozott az utca iratlan szabályaival. Ahol az hasznos. Tehát ahol nem kell kérdezni, inkább csak adni kell. És ő ezt, figyelj, tehát azért mondom neked, az érdekesebb az egészben, hogy saját magukat rakják bele. Tehát nincsenek csodák. Tehát ez tudod, ettől színes. Mert ha azt mondod, hogy csak ütések, rugások, mindenki ugyanazt tudja megtanulni. Azt is ugyanadod elő. Tehát erre szokták mondani, hogy ütni, rúgni, mindenkit rúg. És az igaz, hogy hogyan csiszolnak ki, az a nem minden.
És mit hoznak föl? Mit hoznak föl? Mi kerül felszínre? Látod, itt már, amiről ez, itt már az ösztönök. Mi jön ki? Tehát itt igazából... Ha fejet húzom a mellkason felé, az védekezés, ugye? Az ellenfél fejé. Igen, tehát igen, húzod be, hogy ne tudjon. De mondom, ez igazából egy olyan pozíciót keresi. Vadisztó most kapott egy olyat, amikor megint dühös lett. Igen. Azért nem ide nagyon megütni, akkor az mindig fölpaprikázza. Hoppá, hoppá! 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 Kiütés? Valószínűleg elszakad. Nem, megy tovább. Nem. Tudod, sokadik szom. Ez már a sokadik, benne van. Ja, hogy ez ott lehet, hogy elszakad egy izom, stb. Nem, vadisznető még nem áll meg azért. Nem áll meg. Nem áll, láttad, haragudott rá. Igen. Úgy volt vele, hogy... Ó, most valószínű, Mózsi kutya be akarja fejezni. Vaddisznó meg nem fogja engedni, tudod? Tehát vaddisznó meg nem. Jó, azért vaddisznónak valószínűleg tudod, a korábbi csatákból azért az orra egy kicsit. Kicsit gondold el, tehát az orra, igen, mondjuk így szakmailag, hogy eltört az orra. Igen, és az nem tesz jót. Az nem jó, annyira nem jó. Tehát úgy tudod, úgy levegőt venni, nem annyira olyan törött az orrod. Meg így, csókolózni se jó, annyira se van törve az orrod, igen. De még a szemüveget rátenni se annyira jó. De úgy... Most befogta Mózsi kutya. Befogta Mózsi kutya! Atya ég! Legyőzte a vaddisznót! Fantasztikus! Megnyerte. Fantasztikus! Méghozzá technikával győzte le. Ott biztos, hogy figyelj, ott Doki szerintem. Doki tudott, tehát valami ott szakadt, valami elment. Ott, és ma, hát, igen, látszik is, hogy Mózsi kutya fogja a... Igen. De él. Él a vaddisznó. Érdekes volt, tehát mind a kettő elpusztult, igen. Az egyik kevésbé. Tehát itt nem igen. Az a kérdés, hogy ki pusztult-e és ki nem, mind a kettő elpusztult. Az bordatörés lehet, nem? Az persze, az egyértelmű, igen, és látod, mi írja. Hát ez kemény volt, ez véres volt. Hihetetlen. Hát, vitathatatlan. Vitathatatlan. Tehát ez, hogy... Mondom, a kedves Hello Kitty fiú... Oké. Okay.